A pécsi egyházmegyében a pünkösdi ünnep hagyományosan évről évre kiegészül a székesegyházban történő bérmálással. Így volt ez idén, június 5-én vasárnap is, amikor a székesegyházi plébánia területén működő iskolák diákjai kiegészülve néhány felnőttel járultak a szentséghez. Felföldi László megyés püspök a bérmálkozókhoz, bérmaszülőkhöz és családtagjaikhoz intézett elmélkedésében hangsúlyozta a bérmálkozást szentségének kiszolgáltatása a közösség ünnepe. Beszédében elmondta azt is, hogy a felkészülési időszakban arra kérte a bérmálkozókat, hogy írjanak egy levelet, melyben szívük-lelkük valódi üzenetét osztják meg vele. Isten úgy teremtett bennünket, úgy alkotta szívünket, lelkünket, hogy közösségben éljünk. Azért nagyon kérlek benneteket, találjátok meg azokat a gyönyörű emberi, keresztény közösségeket, családoknak is ez a legnagyobb feladat. Az egyik bérmálkozó gyönyörűen ezt a vágyát, ezt az igényét így fogalmazza meg. Jó azzal a tudattal élni, hogy nem vagyok egyedül. És mindig lesz egy család, aki mögöttem áll. Egy család, ahol nem néznek ki téged a sorból, ahol elfogadnak, ahol szeretnek, úgy, ahogy vagy, és ahol megbocsájtanak. Ha az élet új akadályt állít elém, átsegít, ha mély ponton vagyok, megvigasztal és megvéd. Köszönöm, aki ezt leírta. Mindnyájunk szíve erre vágyik. A jövőben ezt a közösséget már nektek kell megteremteni. A megyés püspök azt is kérte, hogy a bérmálkozók hozzák magukkal azt a tárgyat, mely hitük egy meghatározó pillanatára emlékezteti őket. Ezek között akadt elsőre furcsa eszköz is. Én ezt a kisebbecske kalapácsot hoztam el, és tennap hallottam egy nagyon jó történetet, ahol egy családban a kisgyerek azt mondta, hogy amikor meghalunk, minket egy kalapáccsal temetsenek el. És amikor a szülők visszakérdeztek, hogy miért, azt mondta, mert Jézus elmegy, hogy helyet készítsen nekünk. És hogy ebben kell nekünk segítenünk, hogy annyira fantasztikusan lenyűgözött ez a történet, hogy már ilyen kisgyerekként is társrészese akar lenni ennek az előkészületnek, és hogy igen, mindenkinek megvan a maga kalapácsa, hogy itt a Földön készítsük a saját és mások helyét a mennyben, és én hiszem, hogy mindenki tud élni ezzel, és én nekem ezt szimbolizálja. Farkas Péter egy szőlőtőkét hozott magával. A bérmálkozáshoz egyszer felnőttként vezetett el engem a Jóisten feleségemmel együtt, és hát püspök atya nagyon aktívan bevonódott a felkészülésünkbe, úgyhogy kértünk egy személyes levélírást, ami nekünk is jó volt. Jó volt ezt írásban összeszedni, valamint, hogy egy szimbólumot, egy attribútumot válasszunk, ami valahogy jelképezi, ami Istenhez való kötődésünket, és én egy szőlőtőt választottam, azért, mert hát ha megnézik, hogy ilyet ember nem alkot. Ilyet csak a természet tud alkotni, azt hiszem, és a természet pedig az Jóistennél lakik. És azt hiszem, hogy ez így számomra legalábbis egy bizonyosság, hogy Isten létezik, hogy Isten teremt, és hogy szeret minket, mert szépségekkel vesz körül. Június 5-én összesen 27-en bérmálkoztak. Felföldi László megköszönte a papoknak és a hitoktatóknak a szolgálatát, mellyel a bérmálkozókat felkészítették, és külön köszönetet mondott a szülőknek azért, hogy lehetővé tették gyermekeik számára a bérmálás szentségéhez járulást, hiszen, mint mondta, sokak életében ez a legfontosabb erőt és gazdagságot jelenti.